5 éves koromban tanultam meg a nagyapámtól sakkozni. Neki volt egy ilyen mondás, hogy 5 éves koromra 3 dolgot kell elsajátítanom. Úszni, biciklizni és sakkozni. És ez sikerült. Ő egy gépészmérnök ember, és ő úgy látta, hogy a sakk megtanulása az alapműveltség része, és emiatt úgy gondolta, hogy nekem fontos elsajátítanom ezt. Itt van két kupa. Ezt a két kupát én 2019. decemberében szereztem. Tallinnban rendezték meg az ifjúsági Európa-bajnokságot, és én 18 éven oda korosztályában, 17 évesen mind a Rapid, mind a Schnell Európa-bajnokságot megnyertem. Én voltam, amikor egy csomó 13 órát sakkoztam, tehát így nem csak szórakozás, hanem tényleg így exakt munkaként 13 óra az megvolt, ami még azért 3-4 napig úgy megy, utána azért már kicsit olyan gyilkos üzem volt. Kicsit azért már kemény így agyilag. Egy versenyre felkészülés általában úgy zajlik, hogy megnézzük, milyen lehetséges ellenfelek vannak, ők milyen megnyitásokat játszanak, milyen típusállásokat, és akkor arra a témára. Vagy játszunk gyakorló partit akár, vagy egyszerűen készülünk, elemzünk. Van a dolgok, amiket nem lehet megtanulni, az érezni kell. És magának kell az embernek rájönni, tehát nem lehet megtanítani valakinek, úgy gondolom, mire az ember vagy rájön, vagy nem, és hogyha ez is tehetségnek egy úgymond megjelenése, hogyha az ember magától rájön dolgokra talán. Játszottam például, most részt vettem az online olimpián, ez 2020-ban volt, nyáron, ahol ugye Magyarországot képviseltem. Ez úgy nézett ki, hogy én U20-as játékosként vettem részt, ugye 18 évesen, vagy 17 évesen akkor még, és gyakorlatilag a csapatnak talán nem tudja, és kijelentő, hogy az egyik legjobb pontszerzője voltam, vagy a legjobb pontszerzője voltam. Én személy szerint nagyon szeretek a csapatban játszani, meg versenyezni, ez egy plusz motivációt is ad. Pláne, hogyha a csapattársaimmal jó a hangulat, meg jó húzzuk egymást, akkor ez egy nagyon pozitív légkört ad. Van ez a nagyon vicc idézőjelben, hogy mit csinálnak a sakkozók a szabadidőben, sakkoznak. De egyébként igen, tehát hogy van, egy a sakknak is vannak olyan részei, inkább ilyen szórakozás kategória, és akkor azt gyakran így műveljük. Amikor én óvodába jártam, az akkori, és egyébként mostani legjobb barátom már járt sakkörbe, és ezáltal nekem is így kedvem támadt, hogy motivált, hogy akkor én is menjek, és később ő ment és versenyekre, és akkor én is elkezdtem versenyre menni, és már az első verseny, azt hiszem, 7-et tettem, és utána már ez is térmet nyertem, utána meg elkezdtem nyerni versenyeket. Talán a legnagyobb ilyen eredményemet a nagymesteri cím megszerzésének gondolom. Hát kimondottan nem sakkos család vagyunk, tehát tudunk sakkozni, én is, a feleségem, nagyszülők is. Itt onnan jöhetett a sakk megismerése. És szerintem a génekben is a jó logika, matematikai tudás az jellemző a családra, és valószínűleg ez segítette a sakk fejlődésében az évek során. Nem nagyon sakk érzékem van, tehát ezt úgy kell érteni nagyjából, hogy tehát az állásból nagyon jól megérzem, hogy mi és milyen jó lépés, és merre fele kéne elmenni. Ami nagy erősségem az, hogy nagyon küzdök, tehát szeretek akár 5-6 órás játszmákat is játszani, ülni, addig ott ülni, míg az ellenfél el nem rontja. Jelenleg a célom igazából bekerülni a felnőtt válogatottba, tehát jelenleg olyan 20. vagyok a magyar ranglistán felnőttek között, és szeretnék a top 10-be kerülni, szeretnék felnőtt válogatott lenni, olimpiai csapat stabil tagja lenni, és majd esetleg bekerülni legalább top 100-as játékosnál, legalább a világon, legalább top 100, top 50 ez a cél. Amit sakk, amit tanított nekem, az talán hát a munkát nyomni kell. Ez minden sportban így van, sakkban is.